Tudtátok, hogy minél kisebb valakinek a testsúlya, annál hamarabb baszik be az alkoholtól? Ennek az az oka például egy 40 kilós ember esetében, hogy annyira kicsi a hely, hogy az alkoholnak tök könnyű dolga van elérni a szerveket, meg stb. E bubis alkoholnál még egyszerűbb a dolog, hiszen a szénsav cseszi a gyomornyálkahártyát, így több egység szívódik fel x idő alatt. Aztán, ha még fáradt is az ember, meg nem kajál eleget, mielőtt nekiállna iszizni, hát akkor meg aztán kurva gyorsan bebaszik az ember fialánya. Na hát ilyen ember Béla bácsi. Kedves szakállas Mikulásra emlékeztető kis cukorborsó, aki egyébként valószínűleg születése napján volt utoljára józan. Na mindegy. Béla bácsi természetesen felzárkózott napjaink technológiai fejlettségéhez, így nyilván regisztrált a Facebookra is. Itt vagyok a Facebookon, ha kell, akkor itt is vagyok. Jegyezte meg Béla bácsi, majd belekortyolt a pezsgős poharába. Minek az neked? Kérdezte Judit kissé rosszallóan. Hát te is itt vagyok, inkább törlem magam. Béla bácsi az idők során annyira megkedvelte a Facebookot, hogy rengeteg bejegyzéssel örvendeztette meg ismerőseit, mint például... Az ekkor beszart. Illetve... Esik ez a cigány is. De a kedvencem az ez. Amelyik még egyszer az elvonásra akar küldeni, az buzi és tiltom. Szólt dühösen Béla bácsi. Drága Béla, tudod, hogy mi nagyon szeretünk, de az alkohol már elvette az eszedet, jegyezte meg Erika, majd lesajnálóan hozzátette. Szerinted az normális, hogy a gyerekek a buszon minden második reggel az árokban látnak? Béla bácsi felvonta a szemöldökét. Elgondolkodott azon, amit Erika mondott. Tényleg ez lenne az ő élete? Erre hivatott. Egy könnycsepp folyt le az arcán. Majd hosszas elmélkedés után így szólt. A kurva anyátokat! Erika őszintén meglepődött. Menthetetlen vagy, Béla. Velem így nem beszélsz, normális vagy? Ne haragudj, de az ital elvette az eszed, én letiltalak. Kit érdekel az? Mondta Béla bácsi flagmán. De aztán eszébe jutott valami. Erika, ne legyen haragköztünk, véletlenül írtam az előbb az... Van egy kis pénzed kölcsön? Ám Erika nem válaszolt. Erika! Késő. Erika már letiltotta. Erika! Béla bácsi csak meredt a képernyőre. Erika elment. Letiltotta őt. Ez visszafordíthatatlan veszteség számára. Amikor ez tudatosult benne, még egy utolsó üzenetet hagyott Erikának. Bár tudta, hogy sose fogja megkapni, úgy érezte, ennyivel tartozik elvesztett barátjának. Akkor szabd le, nyomorék cigány kurva! Majd sírva otthagyta számítógépét. Ahogy teltek múltak a hónapok, Béla bácsi egyre rutinosabban használta a Facebookot. Már azt is megtudta, hogy milyen fajta kenyér lenne, ha kenyérnek született volna, illetve a Candy Crush szagában is jelentős eredményeket ért el. Ugyanakkor nem volt rest kialakítani barátjával, Andrével egy olyan kódnyelvet, amit csak ők érthetnek. Béla bácsira nem mondhatjuk, hogy boomer. Valakinek csúszása? Hétfői megadása. Tette fel a kérdést Béla bácsi, majd beborult az árokba. Volna, csak volna épp ez a lényeg, úgyis csak volna. Szólt barátjához valamit, Endre. Oké, nekem is csak volna. Talán el kellene emelni, duglózni, hogy penced legel. Vetette fel Endre. Nyugias valahol, 233 evése, hova? Kérdezett vissza Béla bácsi. Valamit. Orban azt is elviszél, mocok fies! Nyilvánította ki véleményét Endre. Ach. Értett egyet Béla, majd kimászott az árokból, és valahogy hazament. Ennyi lett volna ez a rész. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Hamarosan találkozunk a következő részben. Sziasztok!